Nagy Péter uralkodása 1689-től 1725-ig. Első Péter cár rendkívül magas termetű, nyughatatlan, végtelenül energikus, aktív személyiség volt. Egyaránt képes humánus és jóindulatú gesztusokra, valamint megdöbbentő kegyetlenségre. Minden érdekelte, mindent meg akart tanulni. A fokhúzástól a hajóépítésig mindent. Leginkább azonban három dolog iránt rajongott. A hajózásért, a hadseregért, valamint Nyugat-Európa technikai és tudományos eredményeiért. Ez utóbbiakkal a Nyemeckája Szlobodában ismerkedett meg, ahol barátokat és szövetségeseket is talált. Riasztó gyermekkori élményei, családtagjainak lemészárlása miatt pedig mélyen idegenkedett Moszkvától és az ősi orosz hagyományoktól. Uralkodását azonban személyes vonzalmainál is jobban meghatározta az a tény, hogy országa állandóan hadban állt valamelyik szomszédjával. Reformjai mindig egy-egy háborús problémára adott ad-hoc jellegű válaszok voltak, melyeket előzetes elgondolás és tervek nélkül vezetett be, s ha nem váltak be, felhagyott velük, és új intézkedésekkel kísérletezett. A tudatosabb tervezés csak az 1710-es évek második felétől figyelhető meg nála. Az Oszmán Birodalommal nem kötött békét, s ezért először Azov megszerzésére indított meg hadjáratot. Az 1695-ös kudarca után nagyszabású hajóépítési programot kezdeményezett, és a következő évben osztrák hadmérnökök segítségével sikerült elfoglalnia az erődöt. Elrendelte Tagnarok az orosz történelem első haditengerészeti bázisának megépítését, majd régi álmát valóra váltva hosszas nyugati utazásra indult. Nagykövet járás 1697-98 elnevezési útjának jelentőségét alig lehetett eltúlozni. Az utolsó uralkodó, aki előtte elhagyta országát, Olga Kirvi fejedelem asszony volt a 10. században. Péter egyrészt a török ellenes szövetségét kívánta megerősíteni, másrészt személyes kíváncsiságát akarta kielégíteni. Találkozott harmadik Frigyes Brandenburg választóval, Hollandiában a hajóépítést tanulmányozta, Londonban tárgyalt harmadik Vilmos királlyal, Bécsben első Lipóttal, Galíciában pedig második Erős Ágoszt lengyel királlyal. Utazása diplomai célját nem érte el, mert a bécsi kormány elszánta magát a karlócai béke megkötésére. Ágost azonban felvetette egy svéd ellenes szövetség lehetőségét. Kulturális szempontból viszont útja sikeres volt, több száz európai szakembert hívott meg Oroszországba, és meggyőződött róla, hogy fel kell lépnie hazája elmaradottsága ellen. Hazaérkezése után első intézkedései a külsőségek, az orosz szakálviselet és a hosszú ruhák ellen irányultak. Majd naptárreformot, a Julianus naptárt és pénzreformot vezetett be, valamint 1200 kivégzéssel tarolta meg a sztreckelekek cár távollétében kirobbant, és azóta már leismert felkelési kísérletét. Egyes történések szerint személyesen is részt vett a kivégzésekben, mások szerint ezt csak ellenfelei fogták rá.